Halló, halló! Jó napot! Na, üdv újra, skacok, itt vagyunk! Szavaztok, srácok, halló, stream! Planet Crafter update jött, úgyhogy ismét belevágunk, megnézzük, hogy mi a helyko a Planet Crafter világába. Na, Bacsita úr, jó napot újra, halló, halló! Mackenzie, halló! Safi úr, jó napot! Cső-cső! Na, kíváncsi vagyok amúgy az update-re. Úgyhogy akkor let's see. Jöttek új achievementek is, na csak. Na lássuk a medvét. Á, ismét Planet Crafter. Bassza. Jó volt ez a Sherlock amúgy. Húha, mi történik? Kifagyott? Ja? Úha! Recseg a gép. Ezt a be se tudja tőteni. Igen. Oké, meg vagyunk. Ó, oh, Reach Amphibian Stage Achievement. Ez az. Hát itt nem változott semmi sajnos. Az baj. Oké, na azt nézzük meg, hogy... bazd meg. Hogy itt van-e most. Ja, elolvastam a patch notes-ot, és most már akkor működik az algaszedés, meg a növényszedés a zégből. Meg lehet cooking station csinálni, szóval most itt vannak új dolgok, amiket én nem vágok még. Mutagame T4. Ez megvolt. Megnézem, hogy van-e, milyen új dolgok vannak. Jó, növényes. Ez a fish. Frog... Strobo. Lol. Igen, ezek voltak. Itt is valami frog. Uha. Bazd meg. Frog displayer. Oké, mindenki van állokkóva, úgyhogy fasza. Na, a legnagyobb kérdés, hogy jött-e új rakéta izéhez, az állatokhoz. De ha az jött, akkor azt is ugye el lehetne indítani. Drone, map, satellite, egykez, insect, seed nem jött, vagy nincs kifejlődve. Várjatok csak? Aha, ezért kell megnézni. Chippeket. Hol vannak a chipjeim? Hol vannak a chipjeim? Hogy tudunk-e újat fejleszteni. No more blueprints. Azt szoppantjuk. Na oké, hát akkor ez így... hogy volt kontroll, azaz. Na várjatok, itt egy kicsit újra rendbe kell rakni magam, mert most megint nem tudom, hogy mi hol van. Yeah, baby, és ugye az egy rohadt izé hiányzik. De most jöttek új, hogy hívják a kis szerintem? Új hal. Meg azt olvastam, hogy ez automatikus lett. Aha, itt. Automatically destroy. Ez az, na ez egy fontos dolog. Na nézzük akkor, hogy miket lehet csinálni. Amphibian farm. Meg a display. LOL. Insert frog egg to create frog. Aha. Ferti, ebből csinálunk ötöt, jó? Öt ferti, öt lárva, öt water. Öt common kukac. Ez az. Na erre kíváncsi leszek. A békáztatóra. Hát az biztos, hogy ide egyet lerakok.
Tuti. Lol. Aha. Hát ebből lehet, hogy lerakom ide mindet. Ezek itt elférnek. Várj, ez hogy volt? A kontrollal. Ezt így ide, ez az újdonság most. Energy, pressure, heat. Oké, na és akkor most kéne ugye oda nézni, tele van kukkerre. Na és akkor itt most békákat is lehet találni már a földön. Rare kukat. Meg van benne egy új zóna, azt meg meg fogjuk most nézni. Azt tudjuk. Kéne találni békát, bazzik. De várj, itt a béka az aklimatizálódik, tehát a békát azt most nem tudom, hogy így lehet-e találni kézbékát, de nem biztos. Mindegy is. Fuck yeah. Igen. Uha, ez is tele van. Az nagyszerű. Pitoplankton. Kéne zabálnunk is. Hiha, hol vannak a babjaim? Ja. Várj meg, akkor el is indulunk, akkor egyből a körútra. Úgyhogy ebből viszek kettőt. Meg viszek vízből mondjuk hármat. Meg ugye ehhez az alapkezdéshez kell vinnünk egy teleporterre. Tehát azt tuti. Hogy ezt le tudjam rakni. Ezzel ne legyen már majd baj. Ez az három pulzár. Osmium zeolit super alloy. Osmium zeolit super alloy rod. Meg három pulzár az itt volt, ugye? Ja. Oké, és akkor ebből ezt le tudjuk rakni. Na és akkor most megindulunk, és az új zóna az ott a kráternél van valahol. Úgyhogy oda el kéne mennünk, az... Hűha. Hát, várjatok, mert most ugye ezt itt... teljesen vagyok benne biztos, de azt hiszem... Ez vezet ide. Emléletileg itt van valahol, ugye? Aha, na ez az új zóna. Itt az új zóna. Ez tuti nem volt itt. Ide is raktak egy vízesést, lul. Oh. Ebből nem tudok inni. Ja, de, jó. Oké, na itt találtunk is egy béka tojást. Nagyszerű. Oké, gyerekek, akkor let's do it. Wow. Yeah, újra itt a ládázó. Azt a kurva. Ez meg... Jaj. Kis beakadás volt. Kisebb fajta. Azt a... Hopp. Ez mi? Token. Token gained. Na várj, ez valami új dolog, ezt nem vágom mi, ez a Terra token. Oh shit. What the fuck?
Instant egy láda. Yes! Köszi! Hú, de rohadt jó néz ki, bazzeg. Várj, mi van itt a vízben? Streamer loot. Várj, ez a növ- ezek a növények? Hú, de hallod, nagyon kis komoly lett ez az egész. Húha. Ott van valami nagy lik. Lehet, hogy ide le fogom rakni ízét. Ide. Ja. Ez itt jó lesz. Itt is van béka. Ez megint ugyanaz. Jó, nem baj. Aha. Na ide, ide le, Patti. Ez is béka cucc. Ide lerakom ezt. Teleporte. Oké, és ez akkor a... mély alagút. Mély víz alatti. Kaptunk egy új üzenetet. Space Trading Rocket. Ez még várja, mert itt az a baj, hogy úgy tele vagyok megint. Nem kellett volna főszedni semmit, bassza meg. Ah. Ezzel sok trash-sel nem tudom, mit csináljak. A gyerekek... Én ide bevágok minden ilyet. Nekem ezek nem kellenek. Jó. Az kell, nem kell. Megint van izénk. Jó. Ez megint token. És akkor itt ezt megint be tudjuk ide rakni. Ez nagyon jó. És akkor van 3 béka kuttanyunk. Ez mennyit ad? 850 gram. Jó, viszont akkor ennek elkezdünk csinálni kiállító, hogy hívjákokat. Ugyanúgy, ahogy itt a többieknek. Kérdés, hogy ezt hova lehet ugye lerakni. Hello back! Csövi! Ez az. Megpróbáljuk ide alá még beküldeni ezt. Aha. Jó, akkor, akkor ide csinálunk ilyen asztalokat. Ide nem lehetne berakni. Nem, az asztal az jó lesz, mert vasakat hozok, és akkor ide csinálunk asztalt a béka kiállításnak. Ez ugye 3, 4, 5 asztal. Jó, és itt el is fogunk férni, úgyhogy ez így babesz. Nagyszerű. Érdekes. Meg ugye tudunk a T4-es LOL. Ezeket is majd mindjárt megcsináljuk. Csak most még előtte fölfedező fázis van. A bark. A kurva életbe.
Bab? Megnőtt a bab? Nem. Jó, ezt kibasszuk. Úgy, ezt is le... Jó, van az ügy. Na, let's do it. Azt a kurva. Na, lássuk a medvét. És akkor most itt ez megvan, és ezt fel tudjuk szedni. Bár nem tudom minek. Faszt. Aha. Aha. Ugye nagy kérdések sokasága fogalmazódott meg bennem. Go back. Mert ugyanis most egy olyan probléma van, ami már kibaszott régóta nem volt probléma, hogy itt fogy a levegőnk. Úgyhogy... Nem tudom mennyit fogok vinni, de szerintem kurva sokat, mert nem szórakozunk ezzel. Kobalt, még egy ötöt elviszek. Egy, kettő, három... Egy, kettő, három, négy, öt. Jó. Oké. Okay. Közben itt a roboturak meg csak aktivizálták magukat. Na, így. Into the depths. Na, itt is a Cthulhu. Na várjál, mert... Na hát igen, ez egy baj, mert itt több irány is van. Jesus. De nem kell. Tehát mindegyikből annyi ládányi zén van, hogy... Kéne találnunk új itemeket itt. Ébázz meg, uram. Lol. Hát itt meg. Oké. Okay. Wait, what? Beszarsz. Te bázis, bázz meg. Oh, shit. Most mitől nem tök... Ja? Heater T3. Hopp. Iklasz. I won't surrender. Hát ez itt egyszerű. Haló. Mi beakadok-e? Haló. Open locker story. Ez olyan érdekes, hogy ilyen itemekkel van tele, bazd meg. Mondjuk a mutagén T2-t ezt elviszem. Ez mi? Technikál debri. Circuit board. És itt fönn mi van most? Ja. Aha. Hát itt nem látok mást. Jaj, de ne szorulj be! Haló! Te kukac. Bazd meg. Lol. Read message, ez is egy ilyen Warden üzenet. Ez még világító izének csinálták meg az Osmiumot. Vagy ez kobalt?
Hát te... Azért be careful, bazd meg, mert nagyon eljöttünk. Mekkora ez a... Na, mondjuk nem olyan nagy ám ez. Na, ez itt már lépcső. Kifele vezet. Ez a skin vagyunk. Beszartok. Hát megint nem tudunk repülni. Jesus! Certain death. Oh yeah. Golden frog egg. Nagyon babesz. Itt nem, de nem szívesen megyek be, nehogy véletlenül baj legyen. Beszarsz itt is golden. Itt valami? Semmi nincs. Jó. Nem szeretnék bebagolni sehova. Kedves játék. Ja, lehet. Ó, baby. What the future will be for us? We can survive. Igen. Az ott hol van? Oda kéne kijutni. De várj, mi ez ennyi volt? Hú, bazd meg uram, hát itt azért elég bugos ez a rés, kacok. A textúrát úgy merek csak menni, hogy nehogy beessünk alá. Kicsit úgy tűnik, hogy itt ez ennyi. Még oda ki kéne jutni valahogy. Nem. No. Careful. Nem megyek oda. Valahol beesek és meghalok itt, akkor repedést kapok, bazd meg, abban a másodpercben. Innen nincs is kedvem itt maradni, hallod? Hát, te szerintem ez ennyi. Okay. Visszagyalunk. Jó, van mindegy, kacok, a lényeg az az, hogy jön hozzá az update, mint az állat. Ez fontos. Ezt képzeljétek el azt az embert, aki ezt így most kezd így a nulláról, és ilyen full ismeretlennek a játéka. Mekkora király élvezet lehet az. Így, hogy ennyi minden van már a gémbe. Durva. Blügy. Na hát, akkor tűnik, hogy
Tehát, hogy valami részt kell, csak egy ládát találtam meg, az mondjuk... Az furcsa. Oké. Okay. Viszont találtunk Golden békát. Cső Grabowski úr. Hát egy Golden békát azt tudja, kirakok ide. Tehát az 1000%. Ide. Hogy. Oké, és akkor egy marad. Azt meg ki tudjuk rakni az egyik ilyen kis puttonyba. Nem nőttek meg a... LOL. Ide kirakjuk a békát. Nézzük, mennyit ad ez. 5 kiló. Na. Az úgy már igen. LOL. Hát ugye nyilván addig, amíg ennek nem lesz rakétája, addig mindegy. Na és akkor még egy fontos kérdés, hogy ide jött valami új rakéta. Holy fuck. Circuit Super Uran Rocket. És itt nincs rakéta, bazd. Remek. De ezt is oda fogjuk lerakni a másikhoz, ahol a kilövő állomáshoz, ugye? Az a rakétállomás? Igen. Ez az, és akkor itt kell még nekünk egy rakéta. Szerintetek melyikből vegyem ki a rakétát? Mert ugyanis ez a sor is tele van. Ki az? Oké, na és akkor lerakjuk. Ja, hogy ez csak ekkora? Hát akkor ezt ide rakom, hülye vagy, ne szórakozz. Ide folytatásnak. Most ide engedi, ide meg már nem. Na. Oké. Azt a kutyafa. Build a space trading rocket, gain a total of 100 token achievement. Igen. Hát ez... Ó, kutyafaszát. Már értem. Ezt egyre bejebb rakod, akkor király vagy. Mindegy, így már jó, mert így már ide tudok szaladni hozzá. Na, ez micsoda kis kilövő állomás lett, így kacok. Na ez az, és akkor lássuk csak el. Ó, szóval. Allows to buy items and blueprints. Oh. On your planet have a value, insert valuable items in the rocket and send it to space. After a given time the rocket will be back and you will gain terra. Ja, hogy ez ilyen kereskedelmi... Bozm. What the? Na jó. Most azonnal. Valuable items. 5-5 ér a rakéta. 10-et ér a circuit board. Hát egyébként itt ugye a kérdés az, hogy mi éri meg a legjobban. Gyakorlatilag lehet, hogy a fabrik érné meg. Az 3-at ér és nem kerül lófaszba, de abból csinálnék egy ilyen gyártóizét, ugye szilkest.
Launch Trade Rocket. Várjál csak, ezt most megnézzük izével, tehát most mindenki veszek ennyit, össze se vesszük. És ide akkor ezeket bebaszom. Ez akkor ugye 5x5. Tehát most ez 25, 50, 75, 100, most 125-öt ér, elméletileg, launch. Na nyilván ebből is egy izét kell majd csinálni, ide egy sort. Na hát ez egy nagy ötlet. Trade Rocket Returns. Aha, hát na igen, tehát ugye akkor van rajta 580 szek. 10 perc. Aha. Hát ebből kell csinálni 10-20-at, aztán akkor azzal. És itt lehet kivenni akkor minden egyéb izét. De jó. Ilyen extra dolgokat. Hát én beszarok. Ez nagyon komoly. Egység. Ja, ez fel, hát igen, ebből biztos, hogy kell sok. LOL, kurva jó. Ez, na ez egy nagy ötlet például. De meg beesik az esőbe az meg. Bassza. Azt kéne megcsináljuk, hogy Generic Frog Egg. T4-es mutagén. Na az mibe kerül ugye? T3-as mutagén. Várjál, ebből kell csinálni most egy párat. Sajnos nincs T3-ason, hogy rohagyjon meg, de van. Van 10 ilyenünk. Oké, és 10 sima mutagén. Jajjaj. Jó. V4-es mutagén. Generic. Egyet meg kéne csinálni, legalább egyet belőle, ugye? Az alap. Pitoplant, ugye? Tehát ebből tehát mindegyikhez generic kell. És ez már generic. Aha. Jó. Tehát ebből, hogyha csinál, hát nem, 5 kell. Tehát 5 ilyet kéne csinálnunk, tehát kell 5 fert és 5 C pitoplant van. Csinálunk 5 ilyet. What the fuck? T4-es mutagén, dude. Facékel hozzá fertilizer. Az a baj, ez itt csak 4. Jó. Golden béka. Ez az. Nagyszerű. Nem érnek meg a dolgaim, bazdmeg. Beszarás. És itt a droidokat megint lehetne akkor automatizálni, gondolom a izére is, erre a kereskedelmi hálózatra. De most már nekem nem, tehát, hogy nem kell több, mert ugyanis ugye itt is úgy állunk, hogy ezek a fertik. Várjál csak! Akkor most olyat tudok csinálni például, hogy demand. Alga. Demand. Alga. Thank you.
Vagy e... Ne basz, már most csináljuk. Hát igen, ez így kellett. Tehát az algát már hozza ide. Igen, de ez nagyon-nagyon kellett. Jó, hát tehát akkor így ez ennyi. Hát így ez akkora a könnyítő, mint az állat. Úristen, bazd meg. Na hát itt most a T2-es fertiket főtöltjük. Annyit csinálok, hogy majd én de beszállok egy kicsit manuálisan az elején. Hozok egy teljes tekizét valamelyik ilyen nagy alga farmunkról. Innen. Tehát azt ki se kell jelölni, hogy az algát honnan hozza meg semmi, az automatikusan elkezdi harvestelni, hogyha a demandot állítasz be a ládába. És akkor ez a kajára is gondolom, hogy ugyanígy vonatkozik. Na hát ez igen. Így akkor most már nem kell annyira szenvedni ezekkel a dolgokkal, oda nézek is droidok, hogy mondják. Hát meg ide kéne még plusz 100 droid most fixen. Gyere, Nukin! Ja. Elkezdték hordani, bazd meg. Jó van, na menj, de menjünk, aztán ez itt most akkor termelődjön. Na, úgy és akkor ide még berakunk egyet. És akkor ezekből a generikekből pedig akkor ott fogunk tudni csinálni mást. Oké, na nézzük. Frog Huli. Tehát a generik és team 4-es mutagén. Ez érdekes, hogy ez a... De várjál, de hogy az, hogy lehet? Ennyi? LOL 2 anyagból. Oké. Akkor kell egy Amedo, ehhez már kell egy T2-es Ferti. Oké. Ó, bazd meg, esetem, merre áll a feje. Az T2-es Ferti kell hozzá. Pak, pak, pak. Nagyon jó. És akkor, ugye ez akkor meg lesz, akkor kell egy ilyen... Ehhez T3-as mutagén kell. Faszát. Öcs. Jó, akkor ez megvan, tehát T3 és 2-es Ferti. De jó. Oké. Ez az. Nagyon jó. Akkor ez is megvan, akkor kell egy ilyen, egy sima Ferti. De kurva. Tehát ezt csináljuk most, igen. Most mi történt? Nem teljesen értem, mi történt. Mint a droid kilopta volna, bazd meg. Hol a fertilá? Ha. Ja, mi a fasz? Kilopja a droid, bazd meg? Mi történik? Na várjál. Tehát egy ilyen. Na úgy. Oké. Okay. Az megvan. És akkor még egy kell nekünk, ez. Na ez az a baj, ebből kettő lehet, úgyhogy kell még egy. Hát ez chances. Utoljára kell beraknom, az a lényeg. Ezt a szart és egybe indítani. És reméljük, hogy két különböző lesz belőle. Na akkor lássuk, tehát egyszer van egy 150, 400. Akkor 150-est rakjuk be ide. LOL. 400-as az ide fog jönni. LOL.
Oké. Okay. Hopp, mi történt? Aha, kaptunk 125 tokent. Na és akkor így lehet ezt pumpálni. Hát ugye ezt is nyilván automatizálni kell, és folyamat, tehát hogy erre a megoldása az ilyen 25 ezresekre az az, hogy ebből kell építeni, mit tudom én, tényleg 10-20-at, beautomatizálni folyamatosan a dolgokat. Na, hol van? LOL! van 3-25-ünk. Aha. LOL és halat is meg mindent lehet, de jó. Azt a kurva életbe. Hát mindegy, ennek most nem fogunk itt nekiállni, mert ugye most sajnos idő az nem sok lesz itt erre az adásra, mint mondtam. De... ja, hát most hogyha 10 ilyet pumpálsz, az ugye 1000, tehát ennek a 10-szerese nem 125, hanem 1250-et kapsz 10 percenként. Tehát ergo másfél óra alatt 10 000-et össze lehet szedni. 10-zel. Engem még ezek a békák érdekelnek. Tök király. Mi lesz a következő? Én ezt sajnálom, nekem. Nekem amíg itt nem jelenik meg valami új, addig... addig ugye nem nagyon tudok mit üzélni sajnos. Na ez a Strabo. Strabo az nem sikerült. Vagyis hogy sajnos az sikerült. Duett Berettába. Oké, újra. Ez hányas? Ez 200%-os. Ez piros béka. Annak még ki kell jönnie. Meg itt is van egy ilyen. Yes. Ez 350-es béka. Ez jön ide. Afae. LOL. Akkor már ugyanúgy nézzen ki mindegyik. Úgy szépek, minket néznek. Na lássuk! Az. Oké. Okay. Lesz, itt van. Viszont ez 250-es, tehát ugye ez 150, 200, és idén a 250-es béka. És ugye ez a 350-es, innen egy 300%-os kell, majd az lehet, hogy izéből fog kijönni, és lehet, hogy nem is lesz elég. De jó! Na gyerekek, micsoda izé van itt, oda nézzé. Ez az. The Planet Crafter. Oké, okay, komoly. Hát ugye most itt PTI szinten vagyunk, úgyhogy innen így ez majd így... majd valami lesz. Én ezt nagyon várom, hogy innen valami tovább lépés legyen. Terraformationből. Meg hát ami nagyon kell, az a izé. Az az állatoknak, az animálnak a rakéta. What the fuck? Ilyen chipet kezdjünk el gyártani. Legyen. Mert így egyet akkor, és akkor ugye ő... supply chip az benn van. Hogy egyesével tudja ordani ezt a pulzárt, meg basszuk ide be. Jó, na így jó, és akkor ez itt folyamatosan menni fog, a droid viszi el. Hát a többi benn marad, most ez nem tudok mit csinálni. Nem optimális, de így alakult. Ok.
Ötlet, akkor gyakorlatilag 6 békának kell itt lennie, és nekem 7 van. Mert van egy golden. Jó. Ugye onnan hiányzik még az előző patchből az az egy lepke. Most még mint látjuk, azért lesznek itt új lepkék is. Oké, na akkor ez megvan. És akkor gyakorlatilag minden egyéb ilyen fejlesztést azt ezzel a ezzel tudunk csinálni, hogy ebből a tokenből, ugye? Akkor jól értem én ezt. Nyilván igen, jól értem. Ebből még lerakunk 2. Két alloy, 2 rod. Jó. Jó. Ennyi kell hozzá? Csak jó. Hát igen, ezeket itt még itt jó lenne, hogyha ide le tudnám rakni, de mellé valahogy. Azt, hogy nem snappel. Sehogy nem snappel rá. Mindegy. Akkor ez így itt marad. Hoppá! Leverült. Jó, mindegy. És ide is ugye ezt automatizálni kell majd. Azt nem tudom, hogy hogyan indulnak el majd maguktól esetleg. Be is fért az egész? Gyors lerakunk egyet. A feszem se tudja, hogy a főrakom, mert most nincs kedvem nagyon szaladgálni. Fusion, ha! Persze, hogy a másik oldalon van. Gyerünk, görgő, menni fog. Ügyes vagy. Jó. Ez egy érdekes izé amúgy, ez a... Ez a trade system. Ez tetszik. De ez például új dolgokat nyithat ki a gamebe. Ez tetszik. Oké, na és akkor ezt nézzük csak meg. Tehát, hogy ennek beállítunk demand rakettje. Úgy van. Total cost. Space trading. Aha, így. Oké, tehát ott azt alul kellett azzal pöcökkel benyomni, hogy ha megtelik, automatikus indítás. Hát ez akkor egy full automata. Ugye akkor itt most az van, hogy... hogy mivel nem supply-ol semmi ládám, ezért gyakorlatilag innen tudjuk megcsinálni. Csak innen kérdés, hogy hogyan priózza be, mert most a rakétákat elkezdi másfele vinni.
Anna most kezdte hordani. Ja, most szabadultak föl. De mi az Isten veszát visznek ezek oda? Innen. Már nem tudom, hogy volt beállítva az IQ. De még egy darabot nem hoztak, ez baj. Most nagyon dolgoznak a drónok. Mi a faszt visznek innen? Iridiumot? Ja, mert itt közben persze itt készül ez is, meg ez is. Lehet, hogy az lesz, hogy... Hogy... Hát most itt demand meg supply-ra egybe beállítani, ez teljesen fölösleges. Meg nem is rakétát, tehát nem a rakétát akarom ezt majd megcsinálni. Mindegy, egyelőre ott meg bassza izét manuálozunk. Erre majd egyszer rá kell szállni az időt. Mehetsz. Csövi. Ez a párt faszát. Jó. Jó van, na hát így azért majd ez megindul szépen, igen. Hát ez kurva jó. Skalcok, ez tetszetős. Ez terület. Ez új lehetőségeket nyit itt a játékban. Igazából az megint a farmról szól, semmi másról. Itt miért nincs új? Ez nagy hiba. Fuck. Rivandal úr, jó napot, jó napot. Na jó van, megvannak a békák, skacok, és akkor... Nem tudom, valamit majd nyilván ebből csinálunk egy olyan adást, amikor erre a space tradingre rámegyünk. Aztán akkor kicsit azt megnézzük meg, ugye kiállokoljuk a dolgokat. Kiszedünk minden új halat, lepkét, békát, ami még van. Mert ott a Space Trade-en keresztül is úgy látom, hogy lesz. Az jó hír. Nem látom, mert túl pörgött. De várja, mi ez, hogyha ezt most akkor rakjam le újra mondjuk? Basszus. Azt sem tudom, melyik volt ez. Progress? Nem. Ja, hogy én azért nem látom, mert... Ja, nem áll, az nem jó hír. Ugye melyik volt? Ez az, ez a pro... Pedig ez az, a progress az. Szép az meg. Mi az, hogy túl pörgött? Ja, hogy én nem látom, mert már PT-nél vagyok? A kurva életben. Franc, egye meg. Hát mindegy. Tehát akkor az emlősök lesz a következő. Húha. Az jó hangzik. Na, az jó hangzik. Na, ja, értem. Kacok, jóval jó lesz. Hát itt a következő nagy boom az nyilván akkor lesz, hogyha ennek lesz rakétája. És ezt is föl lehet akkor pumpálni. Meg esetleg jön be új tíres valami a biomaszhoz. Ami nem a, mit tudom én, az insekthez vagy az animálhoz, amit meg lehetne indítani majd. Oké. Okay. Nincs elég drónom, tehát az teljesen egyértelmű. Ez a feladathoz, ez a 120 drón, vagy azt sem tudom, mennyi van már. 100 drónom van csak, hát ez majd. Igen, a béka jól, mert ez a Golden Frog, ez konkrétan izével pörgeti. 5 kilóval. 5 kiló perszek. De minden esetre semmit nem jelent, tehát az 5 kiló lehetne 50 kiló is, semmit nem jelent. Tehát amíg nem lesz rakéta, addig az animál nem tud fölmenni, mert 15 ezeren áll. Most ez tök mindegy, ha lerakok 100 aranybékás ilyen szart, az kevesebbet ér, mint hogyha egy rakétát fölőnék. Hát amíg nincs rakéta, addig annak a izének fölösleges nekiállni.
Ugye ezt már elég komolyan kiveséztük ezt a kérdéskört. Ja. De lesz, biztos, hogy lesz. Hát ugye úgy, ahogy az Inzeknek is megjelent a rakéta, ennek is megfog. Étel előállító. Ez mi? Basz meg. Na, gyerekek, én szerintem ebből lesz itt a biznisz. Mert a rakétás... Bár annyi rakétám van, basz meg, hogy simán tudnám azt is kezelni már. A szilk az nagyon megérném, az 3-at ad, és az gyakorlatilag nem kerül semmibe, mármint a fabrik. Csak ebbe. Tehát, hogyha ebből csinálsz mondjuk 50-et, és beautomatizálod, hogy legyártsa a fabrikot, akkor a fabrikból végtelen lesz. És az 3-at ér. Az biztos, hogy egy jó megoldás lenne. Két szilk kell egy ilyenhez. Ez cső, semmi más. Ajaj. Ez a két szar, ez... Na mindegy is. Na gyerekek, kigyűjtöttük itt a békákat, ez tök jó. Ez most már rohadt jó néz ki itt, ez a fal. Adom. Oh yeah. Na jó van, skacok, viszont le is telt az egy óra. Hát ugye mondtam, hogy ez sajnos ennyi lesz ma. Viszont ez most még így belefért, és nagyjából szerintem meg is néztünk mindent. Nyilván, ami a Space Rocketből jönni fog, az ott még új content lesz, de arra viszont várni kell. Úgyhogy azt majd szépen kiszedegetjük. Én nagyon örülök neki, hogy így foglalkoznak ezzel a játékkal. Ja, és kacok, viszont van egy másik game, azt a Grabowski írta. Azt meg fogjuk nézni. Az is egy survey game. Már nem tudom, mi volt a címe, de megnéztem, és az a tuti, hogy azt megveszem, és azzal fogunk játszani. Az nagyon-nagyon jónak tűnik. Jó? Ki ez a Grabowski, nem tudom. Jó kérdés. jó kérdés. Na, gyerekek, jó, ez igazából olyan túl nagy extra dolog nem jött bele. Most az, hogy ugye nyilván kaptunk egy ilyen kis kiállító izét, ahol a békát be lehet rakni, ezért nem túl vaskos. Az új zóna az nagyon-nagyon pici volt. Ez a space trading, ez jó, ez tetszik. Tehát ebben látom a potenciált itt a következő patchekre nézve, hogy ebből még lehetnek jó dolgok majd. Jól van. Na, hölgyek, urak, nagyon szépen köszi a figyelmeteket, ez egy ilyen kis rövid bemutató volt, megy fel a többi rész közé, ez is. Aztán, hogyha jön hozzá majd új dolog még, vagy valami, akkor nyilván ezt majd nézzük ugyanúgy, ahogy eddig is. Aztán ezt az új survey játékot meg megnézzük. Ugye a Sherlockkal végeztünk, szóval most a következő game, ami lesz. Nem tudom. Megnézem, mivel fogunk játszani. A lényeg az, hogy fogok érkezni majd hamarosan a napokban, gyerekek, és akkor meglátjuk. Ami az majd lesz majd kedv, akkor azt belecsapunk egy új játékba is. Na, skacok, mindenkinek akkor további szép napot, élvezzétek a pihenést, jók legyetek, és köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok!